Klub. Szerkesztő Sinkó Péter. Konferál Lorán Barnabás. Ó, rádió hallgató kedvéért mondom, Lorán Barnabás vagyok, 27 percet vágtunk le a tapsból, mert igazából nem fért volna már bele az adásmenetbe. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök itt a Kabaré Klubban. Lényegében én egy kicsit így az őszt szeretném összefoglalni, ugyanis én így ősszel életemben először elütöttem egy vaddisznót. Ki ütött el már életében vaddisznót? Jó, Budapesten vagyunk, kezdjük máshol, ki látott már életében vaddisznót, tehát jó, ki evett már vaddisznót, mert akkor őket a Nemzeti Adó és Vámhivatal fel fogja keresni, hogy eszik tulajdonképpen. Na, nem ezt akartam mondani, de a Spejzból kivesznek két barack befőttet, azt tudja, jövőre már csak az van. Elütöttem a vaddisznót, megyek egy erdei úton, 60-nal vagy 70-nel, és egyszer csak egy teljesen kivilágítatlan, szabálytalanul parkoló vaddisznó ott van a sávomban. Én hat lábbal nyom a féket, ami a csövön kifér, megálltam a vaddisznó előtt 4-es darab centiméterre. A vaddisznóból kijött a Damu Roland, és 70-nel úgy szétfejelte a lökhárítomat, burr! Így rogyott össze az autó eleje. A vaddisznó is így, így lábbal előre, és röfögött. Én meg csak oda megyek már a vaddisznóhoz, azt megkérdezem tőle, hogy figyelj már. Betétlap. Életjelse, öcsém. Hát ott állok a főút kellős közepén, a korom sötétbe. Előttem megy a vaddisznó. Mondom, ez mi? Ez most vadászat? Mert akkor enyém az állat. Ha meg elmegyek, akkor cserbenhagyás. Na mondom, én ezt így nem játszom végig ezt a történetet, mondom, kirakom az elakadásjelző háromszöget, mégiscsak egy műszaki hibás vaddisznó fekszik az út kellős közepén. De 15 ezer apám egy elakadási jelző háromszög, én azt ott nem hagyom. Egy szerencsém volt, hogy a Selkúton a tankoláshoz kaptam egy ilyen jól láthatósági kukásmellényt. Én oda mentem a vaddisznóhoz, ráadtam. Meg az volt a másik nagy szerencsém, hogy a feleségem a IKEA-ba vett egy ilyen 100 darabos tejamécses készletet. Ez az, amitől a csajok így körbe rakják vele a fürdőszogát így szeretkezés előtt. Én 80 darabbal, csak mindenhol van egy gyertya, azt nem tudod a lány fenekét sehova odarakni. Én nem akartam semmit sem a vadisznótól, de körbe raktam. 700 forint a tejam, és ez 15 ezer az elakadási jelző háromszög, hát válság van, én nem fogok kockáztatni. Hát én 80 darabbal körbe raktam. Kettőt még a pupjára is raktam oda szépen középre. Olyan szépen nézett ki, gyönyörködök benne. Ó, mondom, megvan oldva a probléma. Egyszer csak ezt hallom a hátam mögött. Jó estét kívánok, fiatal ember, a szertartás meddig tart még? Há, mondom, te? Én csak annyit szeretnék mondani, hogy ahogy elnézem, a malac az hibátlanul szabályosan közlekedett jól láthatósági kukászmellényt viszel. Majd felajánlotta nekem, hogyha egy ilyen 5000 forintos mentőcsomagot átadok neki, és a malacot betesszük a zsigoli kombi csomagtartójába, illetőleg a gyertyákat és a jól láthatósági mellényt, akkor részéről ő nem is látott semmit. Hát mondom, először csak özök ki a számom, hogy rohadjál meg, de legalább őszintén, és beraktuk a malacot, a gyertyákat, mindent, ő elment, én még remektem 40 percet az autóba, utána elindultam én is. Hát látom, hogy ilyen 3-4 kilométer múlva az árokba ott le van borulva a Lada félig. Hát oda megyek hozzá, csak megkérdezem, hogy mi a baj. Jó estét, halló! Fiatal ember, a jó ég áldja már meg halkabban! Hát mondom, még mi történt? Felébredt a vaddisznó. Köszönöm szépen, de még van egy kis mondani valom, ugyanis most ősszel voltam életemben először vitorlázni. Hatházi Lacival voltam, és hát elmentünk, az volt a deal, elvisztek mindenhova, ehetünk, ihatunk. Másnap kimegyünk a mólóra, jogging, tréningruha, izé, ahogy kell, olcsó tornacipő, megérkeztünk, nézzük az úszó konyhákat, melyikkel fogunk menni, és hát így mindenki beöltözve tökig vihar ruhába, kérdezzük tőlük, hogy hát ti, ők meg ránk mutatnak, hát ti! Hát, na, megyünk vitorlázni. És nincs valami esőkabátotok?
Nincs, de Altáznak van egy esernyő, ha gondolod, ahhoz, hogy ne érdekel. Na most a vitorlázók a parton tök jó fejek, ilyen ha-ha-ha, igyál még egy felest, kóstold meg ezt a pástétomot, abból a szarvasból főztem, kentem, amit egy vadisztóval vertem agyon, amit egy nyúllal ütöttem agyon, és egy Remingtonnal lőttem fejbe, hátulról, kétszer, előről, mellbe, és így elhallgatod a történetét, megeszel belőle 7 darabot a kenyérbe, meg még 4 pálinkát, és utána elindulsz. De az, hogy ők a parton ilyen jó fejek, az a vízen már nem igaz. Ordítanak, de az egy dolog, egy teljesen más nyelven. Engedd ki a fogsottot! Húzd fel a génoát! Pöffös lesz a szél! Tekerd a rassit! Magyarul jó ember! Engem látták az értelmet a szemembe. Odaültettek egy ilyen tekerentyűz, amit őt racsinak hívjak, én kurbulinak, de lényegtelen, és hát így a hajót bedöntötték egy 70 fokkal. Lényegében az életemért küzdöttem, és amikor azt mondták, hogy barna most, akkor nekem egyet kellett volna rajta tekerni. De én egy idő után jobban voltam elfoglalva a hányással, mint a barna mostokkal való reagálásra. És hát kimaradt 3 tekerés, de gondoltam, hogy én behozom a lemaradást. Volt egy kis pöcök, hanem, hadd menjen a kötél. Az előttem lévő 70 méter kötél 2 másodperc alatt. 4 másodpercre a vitorla. Hát nagyon ideges szempár nézett rám, hogy ők most engem megölnek, megesznek, vagy feldarabolnak, leginkább mindegyik. Én csak úgy tudtam tompítani a nézést. Ekkora megtestesült nyugalom az ülő Buddha hatházi Laci, akivel jó menni, mert egy biztonságot sug, egy ilyen nyugalmas ember. Odafordult velem a nagy Maci, pontosabban először a pocakja. Azt mondta a fülembe nagyon halkan, de aztán inkább ordítva, barna, mit keresünk mi? Meg fogunk dögleni! Kérem, fogadjuk nagy szeretettel Gombos Szabolcsot, aki egy grillsütőről fog nekünk beszélni. Jó estét kívánok! Hát először is tisztázzuk, hogy mi a grillezés. Grillezés az, amikor 3-szor annyira eszel égett nyers húst, mintha elmennél egy étterembe. Tavaly nyáron úgy döntöttem, hogy építetek egy grillsütőt bontott téglából. Ajánlottak nekem egy olcsó és jó kőművest. Ez ilyen paradoxon, olyan, mint a jókép és hűséges pasi. Mert ugye vagy tényleg jó, de aranyáron dolgozik, vagy olcsó, viszont szar, mert múlt héten még informatikus volt, ugye így magáévá tette, hogy egy kis cement, egy kis méz, kőművesnek nem kell ész, így rakom fal, így rakom járda. Az én kőművesemre annyi infót nyomott itt a szomszéd, hogy figyelj, nagyon jó az ember, picit anyagozik, de nem vészes. Mikor kaptak rá kőművesek a drogra? Egy normális kőműves az nem drogozik, az iszik, nem? Jó, eljött az arc, mutatom neki, hogy mi a kotta, azt mondja nekem, hogy 40 000. Ennyire gondoltam én is, mondom, az öreg már érezte, hogy alul pozícionálta az árat, azt mondja, hogy meg 40 az anyag. Mondom, itt az anyag. Segédanyag? Mondom, a malter annyi, mint a tégla, az minimum. Akkor nem kell a munka. De most, hogy utána számoltam, tulajdonképpen 5000 is elég, annyi, hogy előre lehet, meg nem tudom, főnök, van egy vízi mértéke, betonkeverő. Te kőműves vagy? Hát mondom, elmegyek egy műtétre, nem kell magammal vinnem nővért, szikét, tampont, hát szemmértéked van? Vagy adjak? Picit azért javított a reputációján, hogy azért tényleg, mint minden rendes kőműves, ő is ivott. Kőműves szakmunkás képző, első nap, első órán azt tanulják meg a gyerekek, hogy hány sörrel lehet még egyenesen végigmenni a pallón. Megérkezett az emberem, Lada motorja még le se állt, egy ilyen csavaros kiflit elővett, 2 deka szilvát lehúzott, és látta, hogy így nézem, azt mondja, főnök, ez 5-ig kimegy. 5-ig kimegy, meg ettől jön az ötlet. Hát, hogy ötletben ne legyen hiány, fél óránként frissítette a szoftvert. Valami ecetes almaborra,
és neki állt falazni. Hát így néztem a sütőt, és amikor így elhagyta a másfél méteres magasságot, akkor így megkérdeztem tőle, hogy tulajdonképpen embereknek építi-e, avagy trolloknak, illetve hogy szigorúan kitartunk-e még a sütő ötlete mellett, vagy ez már a Gyűrűk urából ismert Minász Morgul, vagyis a Fekete Torony. Azt mondja nekem az arc, hogy főnök, főnök, tudom a tutit, higgye, tudom a tutit. Na most azért kell ilyen hosszú kémény, hogy kihúzza a füstöt, meg nagy legyen a láng. Nem akarok okvetetlenkedni, de mondom, arról nem tudom, hogy hallottál-e, hogy így sütögetni azért derékmagasságba szoktunk. Anatómiával nem tudom, hogy állsz, de mondom, ezen már csak akkor tudok, ha lépcsőt is építesz hozzá. Vagy így dobbantóról tudnám abszolválni a sütögetést. Azon kívül nem kell, hogy nagy láng legyen. Sütőt szeretnék, nem krematóriumot. Főnök, tudom a tutit, higgyen, nem az elsőt csinálom, most annyi, hogy tetszik adni anyagra egy kis pénzt, és most jöttem rá, hogy mi ez az anyagozás. Tetszik adni anyagra pénzt, és akkor hónapra előre halad ez az állapot. Adtam anyagra pénzt. Másnap, mikor beállok a kocsival az udvarba, egy olyan ipari méretű konglomerátum fogadott, ami helyjel közze akkora volt, mint a kujbisevi erőmű. Ilyen tiszta időben felhőmentes égen látszott, hogy ilyen fáradt madárcsapatok pihennek meg a tetején. Házzal szemközt a villanyoszlopon a gólya már közölte a család, hogy jövőre átköltöznek. Neki dőlt a szaki, és így mondja, hogy na, ugye, mondtam, hogy tudom a tutit. Na most, főnök, egy kis pénzt anyagra tetszik adni. Holnapra kész. Mondom, várjál, jó barát. Mondom, először szerintem szóljunk be Ferihegyre. Mert hogy ez már föltűnt a radaron, az biztos. Azon kívül megkérdezzük, hogy nem ez zavarja a leszálló gépeket. Mondom, de már ha így beleeresztetted magad, mondom, vegyünk annyi téglát, hogy mondom, csinálja fölülre egy kilátót, meg törbe egy csiga lépcsőt. Mondom, egész elenyésző lesz az aljában az a bódé, ahova egy ilyen szomorú arcú nénit beültetünk jegyet árulni, mondom, a Szegedi Empire State Buildinghez. Rám néz az ember, azt mondja, egy áthatolt a tudatán, így a pálinkás, hogy maga viccöl. Én tudom, hogy viccöl. Mondom, nem. Mondom, ha úgy adja az anyag, akkor mondom, olyan magas is fölhatolhatsz, hogy szervezzünk bázisugrást a tetejéről. Csak mondom, vigyázzam, mert fölfele már ritkul a levegő, tehát lenne szédülj az állványról. Főnök, én tudom a tutit, higgye, most, hogyha lehetne egy kis pénz tényleg anyagra, és akkor holnapra ez elkészül. Hát innentől fogva nagyon kíváncsi voltam, hogy ebből mi lesz. Mert úgy láttam, hogy az én kőművesem az így ösztönből falaz. Amíg van tégla. Úgy tűnt, hogy neki eltökélt szándéka, hogy egy ilyen nyelet épít a földnek. Megfordult a fejemben, mondom, mi van, ha félreértett, és nem sütőt értett, hanem ütőt. És mondom, hogyha befejezi a művet, akkor tényleg onnantól fogva a nap körül elliptikus pályán egy ilyen buzogány fog keringeni. Rémisztő volt, mert hogy mondjam, tehát az én kőművesem nem volt túl okos ember. Tehát Nietzsche idézetekkel viszonylag ritkán szakította meg a falazás. Az agya az ilyen állandó standby-ba villogott, és rájöttem, hogy az én emberemnek az agya kettőféle enzimet termelhet, egy serkentőt, meg egy gátlót. A gátló az gátolta az ő agyműködését, a serkentő pedig serkentette a gátlót. Másnap jön az arc, hogy kész. Na mondom, nézzük meg. Hát tulajdonképpen második Ramszesz obeliszkje. Magasodott az udvaromon, gyönyörű szépen kifugázva. Hát mondom, azért nézzük meg mégis, hogy mit tud ez a szerkezet. Olyan vicces volt, hogy én mentem elé, minduntalan egy imára akartam borulni, mint az ősemberek az ilyen obeliszkek előtt. Fölraktam rá 5-6 ilyen ártatlan hússzeletet, begyújtottam a szenet. Na most, amikor a szén lángra kapott, a következő dolog képződött meg. Ezen a kolosszális kémény kürtőn át egy ilyen légvonat így ennyit csinált, hogy a szén az 5 másodperc alatt hamuvá égett egy olyan vakító fényjelenség keretébe, hogy megsérült a retinám, mondjuk egyik szakácskönyvben sincs benne, hogy hegesztő maszkba süssél. Amit odaraktam húsokat, azt így kivitte a húzat, és ilyen 200 méteres körbe szórta szét a környező kutyák nagy örömére.
A grillrács az meghajlott, és egy perc múlva is így lüktetve izzott még, és valahol ott a stratoszférai magasságokban, mint a megvadult Vezúv, ilyen szikra és hamuesőt okkádott a tájra a kémény. Ezt az egészet egy olyan hangerejű süvöltés és pukkanás kísérte, hogy Tigris, a harci kutyám, óvatosan lehúgyozta a bal lábát, beugrott a kutyaházba és megpróbálta önnön magát elevenen elásni. Én, miután kiszálltam a kerti garnitúra romjai közül, ahova ilyetten beugrottam, megkérdeztem az embert, hogy ez most tulajdonképpen mi? Mert mondom, szemmel láthatólag sikerült építened egy olyan fix lángszórót, ami csak arra veszélyes, aki használja. Azt mondja, hogy hát lehet, hogy nagy a húzat. Kéne belerakni torlót. Nem tudom, mi a torló, de mondom, tegyél bele valamit, mert ez életveszélyes. Annyi, hogy kéne rá pénz. Adtam pénzt. Az ember jobbról-balról valahogy bemászott a kéménybe, és ilyen vaslemezeket épített bele, amitől úgy nézett ki véglegesen, mint egy óriási zárbetét, hogy ez majd így a levegő áramlását lelassítja. Másnap szól, hogy kész, ki lehet próbálni. Mondom, most már te. Neked van két gyereked, hagytál már lenyomatot magad után, velem ellentétben, én majd innen messziről nézem. Begyújtotta. Tényleg lelassult az égés. Ja, 5 másodperccel. Tulajdonképpen az előző napi jelenet ismétlődött meg, azzal különbséggel, hogy ezek a lemezek olyan rezonálásba kezdtek, hogy egy ilyen hosszú, bántóan éles, leginkább a barázdás bálnák párzási hangjelére emlékeztető, fügyszó belehasított úgy a levegőbe, olyan hangerő, vagy kirobbantak a melléképület ablakai, Tigris harci kutya eltépte a láncot, és ordítva bemenekült az erdőbe, soha többet nem jött elő. Én miután kimásztam a talicskából, kérdőre vontam az embert, hogy hogyan tovább. Hát ő nagyon magabiztos volt, mert se szemöldöke, se haja nem volt. A mellszőrébe vele volt égve a nájloning, és ilyen lebigyeztett szájjal állt ott, az albán nitrogénbomba meg nem értett föltalálói egy UNICEF kongresszuson. Akkor visszabontom. Ha kapok anyagra egy kis pénzt. Fogadják nagy szeretettel Őrültek háza című jelenetünket, írója Tóth Tibor, akik pedig előadják Vida Péter Beethoven szerepében, Napóleont Elek Ferenc alakítja. Akkord! Mars! Bocsánat. Azt hiszem, én vagyok az idősebb. Szervusz, kolléga. Napóleon vagyok. Ah, szervusz. Ludwig von Beethoven. Beszéljek hangosabban? Nem kell. Én még a fiatal Beethoven vagyok. Értem. Szép napunk van. Szép. Jó ez a nyugalom. Itt az Őrültek házában. Igen. De megkérdezhetem, hogy miért kerültél ide? Nehéz erről beszélni. Waterloo? Ugyan, ne nézz hülyének. Adócsalás. Aha. És te? Korrupció. Már azért is? Nehéz idők járnak. És téged megtaláltak már? De még hányszor? És? Halasztottam. Összesen hányszor halasztottál? A börtönbe vonulást 3-szor, meg az érettségit 4-szer. Akkor te kiváló gazdasági szakember lehetsz. Mit a gadács? De hogy nem vittek be? Kimondták, hogy a börtön az életemet közvetlenül veszélyeztetni. Legalábbis a szabadidő terén. Az igaz. És csak ennyi? Meg hát klausztrofóbiás is vagyok. Nem bírom a bezártságot. És itt nem zavar? Majd megszokom. Téged megtaláltak már? Nem. Pedig szóltak előre, hogy keresni fognak, de mégse találtak meg. Van pártfogód? Igen, egy miniszter. De neki nincs köze az ügyeimhez. Nincs? Nincs. Bocs, hogy hülyének nézlek.
nem történt semmi. Biztos a hely szelleme miatt. Hol van ez a parlamenthez képest? Nem, azt téged. A dili házat, öreget. Te mitől vagy ilyen felszabadult? Tegnap összejöttem egy bigével. Csinos, szőke, okirathamisításos. Okirathamisítás? Igen. Az is ügy. Simán igen. Maradhatna otthon. Kírja az ajtóra, hogy rendőröknek nem vagyok itthon, azt kész. Igen. Én sem értem, hogy miért ilyen aggódós. Ráadásul mentelmi joga is van. De ő azt mondja, csak itt érzi magát biztonságban, mert a frakcióban mindenki meg van bolondulva. Lassan egész jó társaság lesz itt. Igen, igen. És jó az utánpótlás is. A fiatalok is nagyon igyekeznek. A titkárom is bármikor itt lehet. Ja, ennyire hűséges? Nem, ennyire keresik. Jól el leszünk itt. Én már érdekszférámba vontam a büfét. Oh. Minden eladott 3 kocka sajt után tejelnek 1 deci kakaót. És ha nem? Hát akkor örjöngeni kezdek, és elriadnak a vevők. Minek fárasztod magad? Elég lenne odaállítani egy kemény őrzővédőt. Igazad van. De akarsz lenni a helyettesem? Csináljuk üzemszerűen. Rendítsek, de te írod alá a papírokat. Hát mindent aláírok, de semmiért sem felelek. Ez csak természetes, ismerem ezt a helyzetet. Én a papírokon csak a számokat szoktam átfutni. Így adódott, hogy a sógoromnak kiutaltattam 20 milliót, pedig a papíron csak egy szám volt, hogy szeptember 20-a. Mi van, mi van? Vigyázz, jön a főnök! Vagy te nem hallottad? Lehet, hogy megsüketültem. Hagyd ezt a bőszbességet! Mi? Fel-fel, ti rabjai a földnek! Fel-fel, te éhes proletár! A győzelem a fogadjuk nagy szeretettel, nagy tapssal, szép Bencét! Köszönöm szépen, jól esett. Hölgyeim és uraim, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Külön köszöntöm azt a fiatalembert, akit az előbb láttam hátul. Ő háttal állt a színpadnak, és úgy hallgatta. Végülis rádiókabaré felvétel, tehát legyenek egyenlő esélyek a rádióhallgatókkal. Én 2007 szilveszterén maradandó párosodást szenvedtem, aminek az lett az eredménye, hogy született 9 hónap múlva egy gyerekem, és hát a gyerekvárás alatt többen kérdezték tőlünk, hogy kisfiút vagy kislányt szeretnénk-e. Milyen hülye kérdés, nem? Hát tök mindegy, hogy fiú lesz-e vagy lány, csak hát ugye legyen fiú. Úgyhogy fiú lett. Na most nem tudom, kezdő apáknak néhány jó tanács, hogyha hazavisszük a kórházból a kis zsebterminátort, akkor fürdetésnél, mert hát ugye apa fürdet, fürdetésnél olyan túl nagy habot nem érdemes csinálni a fürdőkádban, mert ha így kicsúszik a kezedből a gyerek, eltart egy darabig, amíg megtalálod. Tehát maradjuk annyiban, hogy mire bejött a gyerek anyja a fürdőszobába, hát voltak még életfunkciói, na. De mivel az adókedvezményhez jól jön, ezért csináltuk róla egy biztonsági mentést, mert tényleg az a tuti. Nem mindenben voltam ennyire szerencsétlen a gyerekkel kapcsolatban, mert én a büfisztetésben kifejezetten jó vagyok, mert voltam kollégista. És csütörtök esténként Laci barátomat elég gyakran kellett büfisztetni. Csak ott annyival volt könnyebb, hogy Laci a büfi után mindig hamar elaludt. Tehát a gyerek az kevésbé. És hasfájós volt a gyerek. Semmit nem aludtunk első éjszaka otthon. Ilyen arccal viszem le reggel a tele dolgozott pelenkákat, meglátott vicces szomszéd, azt mondja nekem, hogy gratulálok a kis Nescafé gyerekhez! Milyen Nescafé gyerekhez? 2 perc alatt megcsinálod, utána egész éjszaka ébren tart. Anyádat! Az is egy nagy élmény, amikor fiatal apaként ugye hát viszed szellőztetni a gyereket a babakocsiban. És van egy olyan állatfaj, amivel nagyon kell vigyázni, és minden szülő rettek tőle, a pedofil kisnyugdíjas néni. Azok pont úgy néznek ki, mint a múzeumból frissen szökött múmiák. És épp úgy támadnak ezek a nénik, mint a Jurassic Parkban a Tyrannosaurus Rex.
borzasztóak, és mindig, amikor szegény gyerek itt csendben jól el van a babakocsiban, jön a néni alattomosan, odalopakodik a babakocsi mellé, és azt mondja, hogy jaj, de szép az a kislány! Mondom neki, hogy csókolom, hogy fiú. Fiúnak egy kicsit soványka. Kap ezt tejet rendesen? Nem csókolom, ezért itatjuk sörrel te. És most jön a kérdés, amitől tényleg mindenki kiakadt, hogy és tervezték? Hát nem, csak kicsit eldurvult a szilveszteri buli, tehát most erre mit lehet mondani? Következő héten sportbabakocsiban tolod a gyereket, abban már így tud ülni. Tolod a gyereket, jön megint a nénike, és van vele egy ilyen, hát ez a nyugdíjas bevásárló kocsi, ez az ártuditú. A másik kezében meg porázon így vezet egy ilyen 70 kilós zsírtacskót. Ezt biztos láttunk már ilyet. Tacsi szívrohan közeli állapotban van, és így odaszól neked a néni, nem a tacskó, hogy meglátja a babakocsit. Az így nem lesz jó! El fog törni a baba gerince! Mondom, a nénié is, ha még egyet beszól. Tavaly nagyon jó volt a karácsony, úgyhogy idén is már nagyon várjuk, mert tényleg kisgyerekkel élmény a karácsony. Felhívott anyám szenteste, előtte csak háromszor rántotta magára a gyerek a karácsonyfát. Felhívott anyám, hogy mi újság van. Elmondtam, azt mondja, hogy de hülye vagy fiam, ha miért nem kötözött ki. És hát én kikötöztem, tényleg utána semmi probléma nem volt, bár anyám a fára gondolt, nem a gyerekre. Elég jól alakult a karácsony, mert én töltött csirkét csináltam. Ez nagyon nehéz. Nekem másfél órámba telt, mire a tölteléket beleszuszakoltam a csirkébe. Akkor ma alig élt szegény. És azt mondta a gyerek anyja, ő nem attól ijedt meg, hogy a csirke egyszer csak így kirúgta a sütő oldalát, hanem hogy kikergette a kutyát a nappaliból. Mert karácsonyra vettem a gyereknek egy kis kutyát, egy hajléktalan árulta, csivavának, ami egy ilyen töltött zokni méretű, ilyen csattogó fogsor. Hát 3 hónap múlva 50 centis marmagassága volt már a jószágnak. Lehet, hogy átvert. És így viszem vissza neki márciusban, hogy mondom, hát te azt mondtad, hogy ez csivava. Az csivava! Mondom, nézzél rám, akkor, amire német juhász. Az csivava, csak félre nevelted! Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy hát Sütikének tényleg itt van vége a pályafutásának, de hát szerettük volna kíméletesen intézni, hogy akkor elajándékozzuk valakinek. De megnyugtatok mindenkit, nagyon jó helyre került az új gazdája, tényleg annyira örült, még a szája szélét is megnyalta, egy kínai szakács vitte el. Köszönöm szépen a figyelmet! A következő jelenet címe a Kutyák titkos élete, szerzője dr. Horváth Tibor, előadja Csőre Gábor és Elek Ferenc. Hello, Rex. Csácsumi Herkules. Láttam, te is lehoztad a gazdit sétálni. Ja, a fene vigye. Piszkosul húzza a pórázt. Ennyi meg 10 percenként elruhan pisülni. Prostata? Láttam a tévében. Ó, jó, hát vigye már, én se fogom vissza magam a fát, látok. De ez a pacsas hozzám képest vízágyú. Legalább szoba tiszta? Ó, fenét. Netezés közben folyton a fejemre hamuzik. Mire te? Bosszúból lehugyozom a rútert. Látom, te még mindig ezzel a bombázóval vagy. Nagyon jó bőr. Ugye? Olyan klassz csaj, hogy megtartottam. Látod? Most is milyen miniben van? Ilyenkor kifejezetten örülök, hogy alacsony vagyok. Most meg mit röhögsz? Hogy hívhatnak egy törpe snaucert Herkulesnek? És mire szívózol? Téged meg Rexnek hívnak. Még hogy király, még az apádat se ismerted. Dehogy is nem. Mind a hármat. Ennek köszönhető, hogy én több fajta szépségét örököltem. A legutóbbi cacibon
háromszoros fajta győztes lettem. Na ne, melyik kategóriában? Én voltam a legszebb boxerfejű Doberman skótjuhászbundában. De mondd, pajtás, nem fázol? Ezt pont te kérdezed, aki pulcsiban van. Ja? Amúgy, nagyon trendy ez a tappancs, mint te szúj rucid. Hát, trendinek trendy, de kifagy benne a seggem. Akkor futkározzál kicsi. Bár ezekkel a ropi lábakkal nem lesz könnyű. Most mit égetsz? Nem elég, hogy engem még a bolhák is sokkal könnyebben megtalálnak? Hát, nekem is vannak bolháim. De és hogy a fenébe ugranak rád? Ruddal. Rex, ugye neked nem ez a pasas az első gazdád? Ó, nem. Az előző régész volt, ez meg hentes. És mi a különbség? Most sokkal frissebbek a csontok. Herkules, figyelj már te! Te jársz ilyen, ilyen kozmetikushoz? Két hetente, mint a gazdám. Öcsém, meg is látszik a bundádon. Nagyon fényes. Szokták kefélni? Engem is. De figyelj már, Herkules! Nem tudnád kölcsönadni ezt a zacsit, de gyorsan. Nem, ja, itt van. Amúgy a te gazdát miért nem hord magánál ilyet? Jaj, mert egy smucik disznó. Képzeld, mikrocsipet is csak azért rakott belém, hogy jövőre kevesebb ebadót kelljen utánam fizetni. Hát itt nem akarlak ijesztegetni, de ha tényleg ennyire skóta fazon, akkor nagy gáz van. Miért? Mert ha még ki is herélted, akkor egyáltalán nem kellene ebadót fizetnie. Basszus! Ugye? Akkor rágd már gyorsan a pórázomat! Miért? Mit akarsz csinálni? Ha visszaszököm a régészhez! Hát, de hisz azt mondtad, hogy nála sokkal keményebbek a csontok. Az igaz, de inkább veszítem el a fogaimat, mint a tökömet. Fogadjuk nagy szeretettel Szőlősi Csák Gergő Gedeont! Nagy-nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örülök, hogy itt lehetek a rádióban. Állítólag ez, nekem ez az egyik legjobb fórum. Nagyon kedves. Igen, mert hogy legalább nem látszódom, tehát hogy igen, ez szokott lenni. Amióta föléptem amúgy a Diákszigeten, mindenre föl vagyok készülve, mert hát a rajongó tömeg, aki a stand-upos sátorban várt minket, hát egész pontosan kétszer annyi emberből állt, mint mi fellépők voltunk. Hát mi hárman voltunk, ők hatan lehettek körülbelül. Ebbe a hatba én beleszámoltam egy a színpadtól körülbelül egy olyan 50 méterre a fűben fetrengő fiatal párt is, akik hát nem biztos, hogy miattunk jöttek, de ők legalább jól érezték magukat. És a legrosszabb, ami megint csak megtörtént, hogy hát ezzel is próbáltam így az önbizalmat építeni, föléptem 200 pszichiáter pszichológusnak, ami az én életemben azért nagy dolog, mert 10 éve még én fizettem egynek. Ugyanazért a dumáért, most meg ők 200-an dobták össze a lét, sőt, fél év múlva visszahívtak. És mondtam a páromnak, hogy most már tényleg biztos, hogy nagyon jó kell, hogy legyek. Amire egy átmentem, és mondtam, hogy szerintem lehet, hogy nem annyira jó, inkább csak érdekes. Ami nem ugyanaz. Tehát, hogy így láttam én, hogy az első pár sorban jegyzeteltek, de hát azért ez mégiscsak rossz indulatú. Úgyhogy mindegy, erről ennyit. Másik, Németh Lajost biztos mindnyáján ismerjük, időjárás jelentés mindig van. Én nem tudom, hogy Németh Lajos mit szed, vagy mi az, amit szednie kéne, de a múltkor ilyen nagyon, nagyon kedves hangulatba jött, és ilyen túláradóan beszélt a Vénasszonyok nyaráról, és ilyen túláradóan annyit mondott, hogy jaj, de ez olyan rossz kifejezés, és hogy kellene valami lágyabb, talán az idős hölgyek melege. Hogy így... De tényleg, tehát, hogy így a klimaxoló vénasszonyok, az miért jobb, mint a vénasszonyok nyara, azt így nem sikerült megfejteni. Egy kicsit már beszéltem az állatokról, meg itt volt, hogy két kutya beszélget, meg kutyákról volt szó. Én azt már meséltem, hogy ilyen állatvédő hát szerepben tetszelgek leginkább saját magamnak. Hát van egy Bori nevezetű kutyám 2,5 éves, de van egy újabb szerzeményem, Csipesz. Csipeszről annyit kell tudni, hogy ő egy dobutcai keverék, baromi ronda. Tehát, hogy Csipesz baromi ronda és baromi rossz.
az, hogy legalább valami jót tudjak róla mondani, ahhoz is hazudnom kell, úgyhogy kitaláltam neki, hogy ő milyen fajta, hogy legyen legalább pedigréje, ami nem létező. Én, hogyha kérdezik, akkor vagy azt szoktam mondani, hogy tatár tacskó, vagy kirgiz terrier. Egyik se létezik. Egyetlen egy dolog biztos, hogy Csipeszben van terelőkutya. Ezt azért tudom, mert eddig ugye az volt, hogy hát gyűjtöm a vidéki öregek állatait, viszont teljesen megfordult a kocka, mert ha megyek Csipeszt sétáltatni, akkor ugye kinyitom az ajtót, kilépünk a lépcsőházba, Csipeszt kijön mellettem, és amíg én visszafordulok és becsukom az ajtót, és visszafordulok, az összes nyugdíjast elém tereli így a lépcsőházból, tehát hogy így nagyon durva, amúgy el van öregedve a házunk. Ezt csak azért mondom, hogy olyan házba költöztem be, ahova én 30 év környékén, meg a párom 30 év környékén, ahogy beköltöztünk, paraszt hajszál is, de nagyjából sikerült 100 év alá hozni az átlag korhatárt. Csak hogy érzékletes legyen, hogy mennyire öregedett el a ház, azt el kell, hogy meséljem, hogy ugye télvíz idején, mint most is, az összes növényt általában beszokták rakni ugye a lépcsőházba. Most nálunk a második és a harmadik közti lépcsőfordulóban az egyik ilyen növényt egy járókerettel támasztották meg. Ugye? Tehát nem tudom, hogy mennyire vagyunk vizuálisak, de futónövény járókerettel, az nagyon durva. Tehát, hogy még annyit így az állatokról, hogy van két kutyám, volt egy macskám, és egy fél éve most, ne fél éve, egy hónapja hazavittem még egy macskát, meg egy hete még egy macskát. A párom annyit mondott, úristen, igen, ugyanezt mondta a párom is, majd annyit mondott, hogy Gergő, ne haragudj, de most már az egyik állatnak mennie kell. Nem tudom, hogy gondolta, azóta viszont engem nem enged be a lakásba. Tehát, hogy... És végezetül tényleg még egy dolgot szeretnék így üzenni így a nagyvilágba és a politika világának is, mert hogy ugye megszűnik az EVA, lesz EVA, nem tudom, de a kutyaadóról már mindenki hallott, ugye? Tehát akarnak kutyaadót. Az én összes állatom befogadott állat. Én nem akarok pitjáner lenni. Én arra gondoltam, hogy nem százalékosan, én mindent, amit a kutyám termel, én be fogom küldeni a hivatalba. Szarozzanak ők. Köszönöm szépen a figyelmet. Fogadják nagy szeretettel következő jelenetünket, Sztárvár szerzői Galambos Éva, Móricz Tamás, Varga Péter Iván. A szereplők ellenőr szerepében Csőre Gábor, Aradi Tibor dobót alakítja. Elnézést, uram, meg tudnám mondani, hol találom a várkapitányát? Megtalálta. Én vagyok az személyesen, az Egri vár legendás védője. Nevezzen csak egyszerűen a haza megmentőjének. Elnézést, én azért kerestem fel önt, hogy... Azért... Tudom, tudom, uram, tudom. Biztos a Szurok és Létra magazintól jött. Akkor most figyeljen ide. Dobó István vagyok, érti? István. Mert aki utóbb járt itt, azt írta, hogy dobó atléta. És így csak a sportrovatba kerülhettem bele. Szóval riportot kér a nagy törökverő dobó Istvántól? Jó ötlet, higgy el, óriási sztori lesz. Esetleg, ha azt a fehér népet az acélsodronyos baby dollban... hátrébb tenné, odarakhatna engem a címlapra. Sajnálom, uram, én nem újságíró vagyok, hanem az udvari elszámoltató biztos. Bejelentést kaptunk néhány szabálysértésről. A vár üzemeltetésével kapcsolatos névtelen bejelentés érkezett. Netán egy ismeretlen hódolom lantos ódája? Lantos? Nem, attól tehetek nem. Figyelj, menjünk sorjába, jó? Kezdjük talán ezzel. Cégbejegyzés elmulasztása. Melyik őrzővédő cég végezte a várvédelmet? Nyilván ön a cég tulajdonosa. Ma ne hülyéskedjen, hát én vagyok a hős várkapitány. Apropopopopopo, ezt a várkapitányi tisztséget milyen pályázaton nyerte el? Láthatnám a pályázati jegyzőkönyvet, esetleg az OK-s bizonyítványát a várkapitány végzettségéről? Adta, vette, teremtette. Miféle szabályok ezek? Nézze, Dobó úr, ezek királyi rendeletek. Azért ezt maga sem gondolja komolyan, ugye, hogy mindenféle engedély nélkül megvéd egy várat. Hát hova vezetne ez?
Hát miféle engedélyek kérem? Megtámadott minket a török. Erre az egész falu fegyvert ragadott, és ellenálltunk, ugye? Értem. Nos, mondja, ezek az emberek mind rendelkeztek alkalmi munkavállalói kiskönyvvel? Na és munkavédelmi oktatásban részesültek a dolgozók? Ezek szabályok, uram, amiket úgy látom, hogy önök nem igazán tartanak be. Például megtették-e a várfalról történő lezuhanás elleni óvintézkedéseket? Mi a jó édesanyádról beszélsz? Nézze, a Dugovics ügy óta kötelező a várfalon harcoló személyzet védőkorláttal vagy biztosító kötéllel történő megóvása. Hát, tettük, Doba úr, hogy mindez borsos büntetést von maga után. Nézze, én nem tudom, hogy maga kicsoda és miért csinálja ezt, amit csinál, de mi most éppen ünnepeljük a győzelmünket. Ikább jöjjön velünk, aztán igyon egy jó bikavért. Jó, látom, hogy ezek a boros hordók nincsenek ellátva zárjeggyel. Már megint kezdi. Nézze, Dobó úr, én csak a munkámat végzem. És még nem végeztünk. Illegális várjátékokról is kaptunk bejelentést. Na, ne izéljen már, hát tudja, hogy van ez. A török mellett néha az időt is agyon kellett ütni valamivel, ugye? Ma este is lesz egy jó kis dínom-dánom. Hát, abból már nem lesz semmi, attól tartok. Ugyanis a várzenekarnak nincs működési engedélye. Ráadásul a szerzői jogokat is megsértették az Egri csillag születik versenyen játszott török-zöld slágerekkel. Ne legyen már ilyen szigorú, ha képes lenne befeketíteni a hírnevünket. Minket a jövőben tanítani fognak a történelem órákon. Na, nagyon jól mondja, ugyanis történelem hamisításról is kaptunk információt. Bizonyos T.L. Sebestyén nevű bűntársuk jelentős török túlelőről számolt be, hogy a várvédelmi kincstári alapból jogtalan támogatást igényelhessenek. Nem találok szavakat, kérem. Na, ugye, azt el is hiszem. Ugyanis megállapítottuk, hogy az állítólagos ostrom időpontjában valójában csak a konstantinápolyi eunuch képző nyugdíjas tanári kara turistáskodott a környéken, akiket az unatkozó egri katonák lekaszaboltak. Most már aztán tényleg kardélre hánylak, te bitang. Hát ki hallott még ilyet? Én egy ikon vagyok, nézel rám, itt van. A nemzet várkapitánya. Istenem, hálátlan utókor. Na jó. Kérem, mondja, Dobó úr, mondja most. Most mit csináljak én most magával? Na jó, nézze, figyeljen ide. Van nekem egy Gárdonyi nevű komám. Az megírja ezt az egészet, ami itten volt. Igen? Szólhatok néhány szót, esetleg beleszőhetné magát is, érti? Beleszőhetne? Mint hős várvédőt, uh-huh. A haza másik megmentőjét, na. mondjuk áruhában belopózott a török táborba, és egy mérgezett turbánnal megölte a műezint. Na? Megduncsiztuk. A következő fellépőnk egy kedves barátom lesz, akinek némi problémája van a kiejtéssel, és ez az autóvásárlás terén sose tudta nagyon előnyére fordítani, és volt neki egy Fiat Felcentója, aztán egy Opel Astraja, és most bevásárolt egy Chevrolet Cruze-ra, aki most következik, fogadják nagy szeretettel Aranyosi Pétert! Csókolom, jó estét, szervusztok! Hát, ha már autóról volt szó, meg az én beszédhibámról, a határúton gurultam Szejcsentómmal. Úgy, hogy ki tudom mondani, buzi gyerek, na azért mondom. Pedig, hogy rákészültem. És ki volt írva, hogy chip tuning 20 000 forinttól. És egy 0620-as telefonszám, mondom, hát fölhívom, nekem megérni. És fölhívom a telefonon a palit, mondom, jó napot kívánok. Szeretném a Szejcsentómat chiptuningra magához elvinni. És a Pali így hallgatott egy 47 másodpercet. Én azt hittem, hogy eszik. Tudod, hogy azért nem válaszol? És mondom, hát tudom, hogy nem egy lóerős az én autóm, hát nem egy Bika Jani, de hát mondom, tudom, hogy 45 lóerős, de mondom, hogy egy 8-10 lóerőt kapnék én a chiptuningtól, nekem az nagyon sokat segítene, mert akkor mondom, a légkondit be tudnám kapcsolni, úgyhogy megyek is az autóval.
És megint kivárt a Pali, mert érezte, hogy hülyével van dolga. Azt mondta, a Szejcsentóban nincs itt csip, és puf, lecsapta a telefont. Úgyhogy nincs a Szejcsentóban csip, nem lehet megcsináltatni. Tehát azért mondom, múltkor autóval érkeztem egy rendezvényre, rögtön portásképű biztonságőr sorompóval, és abban a pillanatban le is húztam az ablakot, mondom, jó napot kívánok, mondom, a rendezvényre jöttem. Oda jön a biztonságőr, azt mondja, mégis uram, kicsoda maga a fellépő vendég, művész, meghívott. Hát mondom, fellépő lennék. Mégis mondjam már egy nevet. Hát mondom, mondok egy nevet. Básti Lajos színművész. Erre azt mondja, a portás, tessék parancsolni Básti úr, és felnyitotta a sorompót. Nem azt kellett volna mondani, hogy Csicsolina vagyok. A lovakhoz jöttem. Bejjebb lettem volna egy ásó nyommal, de mindegy, fiamnak vettünk egy ilyen 3 éves Tomika, vettünk neki 2 ilyen bizbasz mágnest, ne menjünk bele, miért? 350 forint, semmire nem való, de valamire, és próbálta a kicsi kezével így összenyomogatni, de pont az egyforma pólus került a kezébe, és nem ment össze, és annyit mondott, apa, figyeled? Itt kemény a levegő. Most otthon vagyok vele. Otthon vagyok vele, mert meg van fázva, viszont állandóan fut. Ezért az arcán két oldalt van egy ilyen Skoda 100-as zsicsi. Jól mutat. Na most sokan nem tudják, 50 éves a Rádió Kabaré, jövőre lesz 50 éves. Én itt a Rádió Kabaréban azért a mikrofonnak, hát nem is tudom melyik végén tulajdonképpen. Én azt gondolom, hogy ez a nehezebbik vége, tehát ahol most vagyok, ez a szőrösebbik vége. Én azért egy 15 éve dolgoztam a túl végén. És nem tudom, hát most már azért eltelt 2,5 év egy esemény óta, úgyhogy talán nyugodtan tudunk róla beszélni, és nem lesz senki se ideges. Ugyanis volt egy dolog, 2,5 évvel ezelőtt egy, hát megöltek egy sportolót, aki emlékszik rá, Veszprémben leszúrtak valakit. Ugye ez a Kozma ügy. Na, ugye én hallgatom a Kossuth Rádiót ugye hivatalból, rá 4 napra bejött egy dandártábornok a reggeli krónika műsorba. A dandártábornok az nagyon-nagyon-nagyon magas rang, felette már csak a tábornok jön, utána már meg csak az a bajszos bácsi miniszter, aki annyit keres, mint hogyha az összes rendőr neki maszekolna a Balaton körül palacsinta sütéssel. És azt mondta a dandártábornok, azt mondja, nem szabad azt mondani, hogy cigánybűnözés, mert mi van, ha az elkövető egy perui indián. Tudom, egy gyomorra ekkora poént kitalálni? Hát én miskolci vagyok, nálunk rengeteg perui indián van. Azok jönnek, mennek. Rá fél évre történt egy másik ügy, egy öreg bácsinak a telkére bejártak a perui indiánok szüretelni. Hát Perúban milyen gyümölcsök vannak, hát ugye mamiók, a jambalaya, jumidango, ezeket vitték teljes erőből. És az öreg nem bírta idegileg, és bedrótozta a kertjét árammal, és megint jött egy perui indián, szüretelési célzattal, vezette a lámáját, hogy minél több jambaláját tudjon ugye elvinni, és hát bemászott, és a poncsója pont beakadt az áramba, és hát elköltözött az örök vadász mezőkre, illetve magához szólította a tollas kígyó, mert Perúban tollas kígyó van. És kiment a TV2 közvetítő kocsija az élő kocsival, az percenként horribilis összeg, ez a mikrohullámú kapcsolat, oda Perúban a falu főterére. Le lehet tölteni ezt is a netről. Ár a falu főterén ugye a riporter, egy ilyen szőke, árja magas ember, mellette a... Azon a környéken nincs is olyan ember, aki ismer olyan embert, aki látott már ilyen embert. És mellette a néni ugye otthonkába, akinek elvitték a férjét, meg a polgármester. És annyit kérdezett a riporter, le lehet tölteni a netről, azt mondja, tessék mondani, lopják még az uborkát? És ugye a néni egy ilyen 78 pluszos... Hát én életében nem adott interjút, hát élőben a TV2-nek, hát nem kiszertünk, de ő, hogy beszéljen a semmiről sokat. Szegény néni azt mondja, már nem lopják! És fordult a polgármester, az a riporter, de félhangosan annyit lehet hallani, hogy ezt mondja a néni, mert visszakapcsoltam a generátort. Úgy búg a kerítés, mint a fénykard azóta is, csak azért mondom. Teljesen más téma, hát imádom a focit, Diósgyőr szurkoló vagyok,
de amikor nem Diósgyőrnek szurkolok, akkor a válogatottnak. Én nagyon szerettem volna, hogy bekerüljünk az EB-re, nem sikerült. Akit én nagyon utálok, a svédek között van a válogatottban, ez az Ibramovics nevezetű albán-svéd származású pali. Én azt gyűlölöm, mert hol a válláról, hol a honnaljáról, hol a tökéről bepattan a labda, és minket mindig kiejt tulajdonképpen az európai és világbajnokságról, és gondolkoztam, hogy hogyan tudnám a magyar válogatottat megsegíteni. Hát mondjuk azt, hogy elmegyek a szállodába, és mondjuk így a svéd asztalnál verekedést próbálok vele előidézni, hát nem sok esélyem lenne, mert 49-es a lába a palinak, és háromdannos karate mester, tehát sok esélyem nem. Hát az mondjuk az, hogy mondjuk a liftbe egy vascsővel fejbevágom. Annyira azért nem vagyok Diósgyőr szurkoló, de megoldottam Európer módon. Ugye minden politikus és minden sportoló imád gyerekekkel fényképezkedni, mert az jól áll nekik, ugye a fekete zakóhoz is jól áll a gyerek, a messzhez is jól áll a gyerek, tehát az nagyon jó. Hát mondom, akkor megbeszélném vele, hogy jöjjön el egy ilyen jótékonysági gyereksimogatásra, oda hozzánk Kispestre a Zoltán utcai óvodába, eljön az Ibramovics, hát ott most mumpszjárvány van. Tanul barátomtól tudom, ha egy felnőtt ember elkapja a mumpszt, akkor a heréje 22-szeresére növekszik. Most fussázlattan, drága szívem, most fussál. Van nekünk egy rádiókabaré foci csapatunk, hát én vagyok a legvéknyabb, be lehet képzelni a csapat erejét. És van a kollégánk, nem szabad mondani a nevét, mert megsértődik, Tóth Tibi. Tibiről azt kell tudni, hogy neki 9 dioptriás a szemüvege, de ha focizik, akkor egy ilyen gumipánttal fixált szemüveget vesz föl, ami nem esik le a fejéről, viszont nem lát benne, ez a pici probléma van. A fradi öreg fiúk ellen játszottunk, hát mondom a játékosokat, akik ellen harcoltunk, Novák Dezső, aki 2-szeres olimpiai bajnok futballista, a másik pedig, aki nagyon híres ember volt, a dr. Fenyvesi Máté. Hát dr. Fenyvesi Máté körülbelül annyi idős, mint Yoda. Körülbelül 800 éves, maradjunk ennyibe. Én 8 gólt kaptam a szemem közé, mint kapus. Mondom, én már nem bírom, mert idegileg én kimegyek, megmutatom magamat mezőnybe. Hát olyan mackóhason van, arra menjünk bele, azt én 92-ben vásároltam utoljára a Miskolci Centrum áruházba. Itt két oldalt ilyen 2 darab függőleges csík, és elő pedig teljes balsói balett hangulat, tehát ebben nem menjünk most bele. Mondták, jött velem szembe a rab Tibi, és mondták, hogy semmiképpen ne nézem a testét, mert nagyon tud testcselezni, csak a lábát, illetve a labdát figyeljem, mondom, engem nem érdekel, mondom, azt tudtam, hogy nem fogom tudni lecselezni, de mondom, majd utána rugok kulturáltan, hogy megtudja, ki a Diósgyőr szurkoló. Na jött velem szembe, én arra sem emlékszem, melyik oldalon ment el, tehát esélyem se volt, semmi, semmi, és mire megfordultam, ugye, mint egy platózzil, már 40 méterre volt előttem, nem volt esélyem, hát sikerült egy gólt bevágnunk a fradi öreg fiú kapujába, a szallagtáros Gergő neve azóta is fennragyog az égen, így lett 9-1 a végeredmény, és odament, nem viccelek, odament a Novák Dezsőhöz a Fenyvesi Máté, 800 évesen, és azt mondta a Novák Dezsőnek, ha nem a saját fülemmel hallottam volna, el se hiszem, odament hozzá és ennyit mondott, szedd össze magad, Dezsőkém, gólt kaptunk rólad, bazd meg. Na most a Tóth Tibi végigharcolt, hát amennyit látott ugye a 4 dioptriás szemüvegébe, vége volt a meccsnek, hát mindenkivel kezet fogtunk, és odament egy zöld mezes játékoshoz, megigazította a fején a szemüveget, pislogott, és annyit mondott a játékosnak, azt mondja, maga olyan ismerős. Azt mondja, régen maga nem focizott. A pali kihúzta magát, azt mondta, Nyilasi Tibor vagyok. Nem maradtunk ott a gulyásleves. Na most így az Albert Florian halálával kapcsolatban azért a legutolsó császár tulajdonképpen, a mi császárunk azért meghalt. Csak azért annyit mondanék ezre a 9-1-es végeredményre, hogy nem azt mondta erre a kis beszólásra a Novák Dezső, hogy de hát ezek humorista, dagadt gyerekek, és ez egy libalegelő, hanem azt mondta, hogy igenis összeszedem magam, ugye? Tehát tulajdonképpen ők megtiszteltek bennünket azzal, hogy ők megaláztak bennünket. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kabaré Klub című műsorunkat hallották. Konferált Lorán Barnabás. Munkatársak Bognár István, Boros Mária, Mayer Viktor. A felvételt Kerekes Endre készítette. Gyártásvezető Kajzer Hajnal. Produkciós menedzser Nyilas János. Szerkesztette Sinkó Péter.